Jajajaj, akkor nehéz megszólalni. Fantasztikus, hogy ilyen sokan érkeztek. Bátonyterenye városi ünnepség, városnapok. Önöknek, nektek azért, hogy egy picikét felszabadultan a hétköznapokból kiszabadulva valami őrület történjen. Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan itt vannak, itt vagytok velünk, de természetesen van egy fő házigazdája a mai rendezvénynek, úgyhogy engedjék meg, hogy itt a nyitányban színpadra szólítsam Nagy Bajdon József polgármester urat. Jó estét kívánok! Jó estét, Bátonyterenye, jó estét, Bátonyterenyeiek, kedves edzarajongók, Isten hozott mindenkit ide Bátonyterenyére. Hát, hogyha van egy nem hálás feladat, akkor egy edző előtt húzni az időt és polgármesterként felszólalni, higgyétek el, hogy az. De engedjél meg, örülök, hogy hangos vagy, de engedj meg, hogy én is beszéljek közé. Tehát, amikor készültem a mai estére, tudtam, hogy nem szabad sokat beszélni, azért el kell mondanom, hogy 13 évvel ezelőtt, amikor az Edda utoljára városnapon, illetve megyenapon volt, akkor még a Városháza mellett voltunk, akkor fölhívott Attila a színpadra, még nem polgármesteri minőségben, és akkor megfogadtam, hogy mindenféleképpen vissza fogjuk hívni ide Attiláékat. Hát remélem, hogy ebben a sok évben már Attilák volt ideje megnézni azt, hogy Bátonyterenye mennyit változott az elmúlt 13 évben. Hiszen látszódnak azok a fejlesztések, amelyek megtörténtek, és azért is vagyunk most itt a régi bányásznapnak a helyszínét és a lakos pályán, mert a bányaváros, mint olyan föl van túlva, és úgy gondolom, hogy a 35 éves város legnagyobb fejlesztése zajlik, ez a Kisterenye és Nagybátony közötti összekötő út. És mivel ott veszélyes volt a helyszín, ezért jöttünk ide, de egy nagy tapsot azért engedjük, akinek ez a helyszín jobban tetszik, mint a Városháza. Ez elég gyenge, akkor a Városháza az megy vissza jövőre. Na, még egy nagy tapsot. Nagyszerű, ez jó lesz ez. Mert kedves hölgyek, urak, nem akarom nagyon sokáig húzni az időt, hiszen vannak még mögöttem egy páran, megtisztelték a városnapunkat, a testvértelepülésünk képviselői, Irkov, Szászrégen, Ipoly Hídvég, illetve Tiszakeresztúr, egy-egy pár szó szeretnek hozzátok szólni, és utána még lesz két megyei vezető, aki szeretne szólni, és utána pedig jön az Edda. Hát nektek jó szórakozást a mai napra, Edda hívők, aztán reméljük, az UFO nem viszél a koncertet. És jövőre pedig, vagy holnap pedig még lesz egy Follow koncert is, hogy mindenkinek jó szórakozás, hajrá Bátonyterenye, hajrá, jó szórakozás nektek! Szeretem, megköszönöm polgármester úr gondolatát, és nagyon nagy tapsot kérnék polgármester úrra, mert kiváló időjárást varázsolt nekünk ide a mai rendezvény. Nagyobb legyen az a taps, hogy holnap is ilyen jó idő legyen. Engedjék meg, hogy tiszteleten színpadra szólítsam Skuci Nándor urat, a Nógrád megyei közülés elnökét. És érkeznek a testvértelepülések képviselői is. Egyébként meg, hogy a testvértelepülések képviselőit szólítsuk a mikrofonhoz, hiszen nagyon-nagyon fontos egy-egy város életében az, hogy határon innen, határon túl legyenek kapcsolatok, egymás kultúráját megismerve, elvívve, ezek a napok erre is lehetőséget adnak, amellett, hogy egy nagy koncerten, egy nagyon jót bulizunk, szórakozunk, hogy azért egy értéket is tudjunk közvetíteni, adni egymásnak, úgyhogy is fogadják szeretettel a vendégeinket. Elsőként szeretném szólítani Ukrajnából, Kárpátaljáról érkezett testvértelepülésünk képviselőjét, Sándor Ilonát, aki Tiszakeresztúr helytartója. Jó estét kívánok mindenkinek! Nagyon örülök annak, hogy itt lehetünk, részt vehetünk ezen a városnapon. Nagyon örülök annak, hogy nagyon összetartó a város. Hála Istennek, a polgármesternek, mindig figyelembe kísérik, mindig fejlesztenek, és csak itt tovább. Következőként szólítanám Felvidékről érkezett Ipoly Hídvég polgármesterét, Lestjánszky Viktort. Nagyon nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, igen nagy megtisztelés számunkra, hogy egy nagyon-nagyon pici határon túli fölvidéki település szintén részese lehet egy ilyen nagyon szép együttműködésnek. Szeretnék még mindenkivel nagy szeretettel tudatni, hogy
egy új gyermek születésében volt együttműködésünk a terenyével is, mégpedig az Ipolyhíd még végépalánk. Ipolyhidat fogjuk tudni átadni egy hónapon belül, amiért szeretnék szintén köszönetet mondani Nagy Majdon Jóskának a közelműködésében. Kívánok mindenkinek jó szórakozást! Következőként szólítanám Erdélyből, Szászrégenből érkezett vendégünket, Simon Levit, aki a Szászrégeni város képviseli. Jó estét, bátor terem! Tisztelt polgármester úr, a Szászrégeni delegáció nevében megköszönjük meghívásokat, és reméljük, hogy továbbra is tartsuk a kapcsolatot. És továbbra is kívánok jó szórakozást, köszönjük bátor teremnek, köszönjük tisztelt polgármesternek. Végezetül, de nem utolsó sorban érkezzen Csehországból érkezett testvérvárosunk alpolgármestere, József Sebek. Chtěl bych poděkovat místnímu panu starostovi, vedení města k tomu, že nám umožnili, abychom se zde podíleli na vašich slavnostech. Chtěl bych, abychom pokračovali v tom, aby naše přátelství mezi českým národem a maďarským národem pokračovalo ve velké intenzitě. Děkuji vám všem. Nagyon sok szeretettel köszönöm minden jelenlevő Tiltó városából, nagyon jó szórakozást kíván, nagyon szeretném megköszönni a szívélyes vendéglátást, azt, hogy itt lehetnek, számára ez az első alkalom, hogy meglátogatta városunkat. Köszönjük szépen a bemutatkozásokat, most pedig fogadják szeretettel Spuci Nándor urat, a Nógrád megyei közülés elnökét. Jó estét, Bátony terenye! Jó estét, Bátony terenyeiek! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen polgármester úrnak a meghívást, örülök, hogy itt lehetek önök között, és jó látni, hogy ilyen sokan eljöttek erre a városnapi rendezvényre, és együtt ünnepelhetik Bátony terenyét, ezt az igazán fejlődő, dinamikusan fejlődő város. Én azt kívánom, hogy ma is és a holnapi napon is érezzék jól magukat, és örülök, hogy itt lehetek még egyszer. Köszönöm a meghívást. Hajrá, Edda! Szeretettel köszönjük a mai estén Becsó Zsolt, országgyűlési képviselő urat. Ő is elmondja gondolatait. Jó estét kívánok! Szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Örülök annak, hogy ilyen sokan itt vannak, és fontosnak tartották, hogy a város ünnepnapján személyesen is jelen legyenek. Azt gondolom, hogyha itt a szemmel közlekednek ebben a városban, akkor valóban megerősíthetik, hogy van mit ünnepelni Bátony terenyén. Bátony terenyén a fejlesztések reneszánszát éljük, ez a város tényleg elindult a fejlődés útján. Én nagyon bízok abban, hogy ez a fejlődés töretlen lesz, és a jövőben is minél otthonosabb körülményeket tudunk teremteni az itt lakó embereknek, és minél több olyan rendezvényt tudunk szervezni, amivel örömet tudunk szerezni a Bátony terenyeknek, illetve a távolabbra érkezetteknek. Hajrá, Bátony terenye, hajrá, Edda! Tiszteltem, megköszönöm a vendégeknek a gondolatot. Indulhat a buli, kedves közönség! Én azt hiszem, hogy egy fantasztikus hangulat, és egyre többen érkeznek, de mindenkinek azt jelenti, hogy vigyázzatok, vigyázzunk egymásra a mai ünnep alkalmából.